Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV szerda esti híradóját látják, 2022. október 12-én, este 7:30-tól. Fájdalmas egyben felelősségteljes döntést hozott Kalocsa képviselő testülete, október 17-től bezár az uszoda. Kalocsa két új fasorral és számos frissen ültetett fával lett gazdagabb, városunkban is sikeres a MOL Magyarország városfa programja. Irodalmi este a Művész Klubban többek között Szűcs Brigitta és Póli Róbert olvas fel a közönségnek. Kalocsa város képviselő testülete az október 10-i ülésén a képviselők 100%-os jelenléte és egyhangulag hozott szavazata mellett fájdalmas, egyben felelősségteljes döntést hozott az önkormányzati épületek, elsősorban a téli időszakot érintő gázfelhasználásával, egyes esetekben bezárásával kapcsolatban. Kalocsa város képviselőtestülete az október 10-i ülésen a képviselők 100%-os jelenléte és egyhangulag hozott szavazata mellett fájdalmas, egyben felelősségteljes döntést hozott az önkormányzati épületek elsősorban a téli időszakot érintő gáz felhasználásával, egyes esetekben bezárásával kapcsolatban. Szeptember 30-áig harmadik beszerzési eljárással vár eredményessé az önkormányzatunknak, a vagyonhasznosító Kft-n keresztül a gázbeszerzése, és a tavalyi árnak mindegy 10-szeresén tudja vásárolni a gázt. Ez bruttó 1316 forint köbméterenként. Tavalyi évben 458.600 köbméter gázt fogyasztottak el az önkormányzathoz tartozó középületek. Ez a tavalyi évben 62,5 millió forintjába került az önkormányzatnak. A megváltozott árakkal, a megváltozott igen magas áron ugyanezt a gázmennyiséget 603 millió 500 ezer forintért tudná biztosítani a város. Tehát a 62,5 millió forint helyett 603,5 millió forintért. Ezt az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni. A határozat értelmében ugyan a gázbeszerzési ára az előző évi közel 10-szeresére emelkedett, a gázfelhasználás korlátozása mégsem érint minden intézményt. Kötelező feladatok ellátása a fő cél. Kötelező feladat a szociális alapszolgáltatás ellátása, a házi segítségnyújtás biztosítása, családsegítő, szociális és gyermekétkeztetés. Ugyanilyen a bölcsőde és óvoda ellátás is. Ezen a kettő területen nem köt kompromisszumot az önkormányzat. Itt a tavalyi gázmennyiséget biztosítja, semmiféle megtakarítást nem irányoz elő. Kalocsai óvodásainknak, valamint a kiszolgáltatott időseinknek a fűtése biztosítva lesz. Kötelező feladat a könyvtáralapszolgáltatás és közművelődési feladatok, valamint a polgármesteri hivatal tevékenysége városüzemeltetés, városfejlesztési feladatok, különböző jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások, anyakönyvezés, hagyatéki eljárások. Tehát a Szent István király 2-4 szám alatti művelődési ház is funkciójában megmarad, valamint a polgármesteri hivatal, a Szent István 35 is. Ezt a két épületet fogjuk 100%-ban kihasználni. Itt is különböző irodai összevonásokkal, teltházzal fog működni. Azokból az épületekből tudnak ide átjönni, amelyeket nem kíván használni a város. Erre egy javaslatot dolgoztunk ki, amelyet a képviselőtestület megvitatott. A kalocsai úszoda kérdése is napirendre került. Ott a tavalyi 18 millió forinthoz képest 178 millió forintra emelkedik a gázfogyasztás. Ekkora különbözetet nem tud kigazdálkodni a város, ezért október 17-től a kalocsai úszoda üzemeltetésének szüneteltetése mellett döntöttek a képviselők. A kalocsai úszoda kérdése is napirenden van. A kalocsai úszoda 135 ezer köbméter gázt használt el a tavalyi évben. A tavalyi fűtési szezonban ez az idei áron számolva 178 millió forintba kerülne. Tehát a tavalyi 18 millió forinthoz képest 160 millió forinttal több csak a gázfogyasztása az uszodának. Ezt nem tudja a város kigazdálkodni. Ezért október 17-től a kalocsai uszodának az üzemeltetését szünetelteti a város. A gyógyászati
részleget, villanyfűtéssel történő átkapcsolással, megnézni annak a műszaki tartalmát, nyitva kívánjuk tartani, hogy a kalocsai idősek társadalom biztosítás által biztosított kezelési szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Közösségi házak, közösségi épületeink is fűtés nélkül maradnak, értelemszerűen bezárásra kerülnek, ez nagyon sok civil szervezetet érint. Mindenkit arra bíztatok, vegyék fel a kapcsolatot mind a vagyonhasznosító, mind az önkormányzat, polgármester hivatallal, hogy milyen megoldásokat tudunk felajánlani a jelenleg megszokott közösségi terük helyett. A sportcsarnoknak a fűtését sem tudja biztosítani az önkormányzat. Ott két sportegyesülettel is tárgyalásban vagyunk, hogyha ők a működési költséget, a gázfogyasztást tudják finanszírozni, akkor tudunk fűtést biztosítani. Egyébként csak temperáló fűtés várható a sportcsarnokban. Dr. Filvig Géza megköszönte dr. Jéri Tamás ügyvezető igazgatónak, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Vezetőjének, hogy az elmúlt hetekben munkatársaival együtt alapos és jó munkát végzett, és a városvezetés rendelkezésére bocsátották a döntés alapjául szolgáló számokat. A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van, tartja a kínai mondás, amely ha direktben nem is, de szellemiségét tekintve a Martinovics utcában 10, a Kalocsa 40-re vezető kerékpárút mellett 40 fából álló új fasor telepítését a MOL Magyarország Városfa programja révén inspirálta. A faültetési program egyik mozzanatát október 11-én a Martinovics utcában 8 órakor tekinthettük meg, amikor a volt kalocsai állami gazdaság egykori telephelyével szemben 10 darab, közel 4 éves, földlabdával Kecskemétről érkezett gömbszivarfát ültettek el. A MOL RT-nek egy alapítványa kapcsán városunk 70 darab csemetefát kapott, ami a város szépítésére szolgál, és a város különböző területein lesznek ezek a csemetefák elültetve. Nem elég hangsúlyozni, hogy milyen fontos az, hogy úgymond zöldítsük a várost, egyre több fa legyen városunk területén, hiszen ennek az esztétikai okok és az esztétikai megjelenés mellett komoly egészségügyi hatása is van, hiszen köztudomású, hogy a zöld növények rengeteg port felfognak, ugyanakkor a vizet párologtatják, és ezzel a környezetünket sokkal egészségesebbé és élhetőbbé teszik. Gondolva a nyári forró napokra, amikor egy erdőben sétálva sokkal kellemesebbnek érezzük a levegő hőmérsékletét. Hát ezeket a célokat szolgálják a törekvéseink, hogy városunk minél szebb és minél egészségesebb, élhetőbb legyen. Jelenleg itt vagyunk a Martinovics utcában. Én külön örülök ennek, hiszen a körzet önkormányzati képviselőjeként mindig öröm, hogy egy kicsit szépül, szebbül, egészségesebbé válik a terület. Itt 8 fát fogunk a Martinovics utca mentén elültetni. Ezek a fák már itt állnak készen az elültetésre, földlabdával, mindenféle felszereléssel ellátva, és egy fél óra, óra múlva ezek a fák már díszíteni fogják a Martinovics utcát. A helyszínen Posztobány Anita elmondta, a fák helyének pontos kimérése, az ültetőgödrök kiásása már az előző nap megtörtént, így kedden reggel elsősorban a diáksegítők gyors szakmai eligazítását követően elkezdődött a fák beültetése. A méretes gödrök betemetése, a dréncső pontos elhelyezése, a karók, gurtnik beállítása, hogy védjük a fát a teljes begyökeresedésig, magyarázta a Városüzemeltetési Osztály vezetője. Többek között Szűcs Brigitta és Póli Róbert közreműködésével irodalmi esre invitálja az érdeklődőket a Tomori utcai klubházba, a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub péntek este. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, pár hete kiváló programokkal újból fogadja a kultúra kedvelő közönséget a Kalocsai Művész Klub. Jó hír, hogy a lendület nem hagy alább a következő péntekeken sem. A 144. előadást tartottuk meg pénteken, a Vadász Mária volt a 144.
bemutatkozó, vagy hát a előadó. Most pénteken pedig irodalmi rendezvényt tartanánk. Póli Robert, Kanalas János, Szűcs Brigitta, Tiszt János és ifjabb Horvai Miklós lesznek a felolvasók. Ők saját verseiket, saját világokat szeretnék megmutatni, mert hát a vers azért készül, hogy másoknak mutogatásra legyen. Szerencsére a hosszabb nyári szünet nem vette el kedvét a klubház látogatóinak, így gyorsan megtöltötték a kis helyiséget. Az az igazság, hogy olyan kicsi a klubunk, hogy hát ha már 10 ember ott van, akkor az tömeg. De többen voltak, mint 10 a legutolsó rendezvényen, úgyhogy szép számmal gyarapodik. Eddig 2 rendezvényünk volt ebből az évattól, mármint úgy szeptembertől. De így azt kell mondanom, hogy jönnek a szépen visszacsorognak az emberek. Lassan összeállnak a pénteki programok az év végéig. 21-én, pénteken, Rupert János nyugalmazott tanár ember, ő fog egy olyan előadást tartani, és lesz segítsége is ebben, innovatív magyar találmányokról szeretne beszélni. Nekünk, tehát ez nem annyira a művészetről fog szólni, illetve nem csak, mert hát biztos lesz az előadásnak olyan pontja, ami érinti a művészet kérdéseit is. Utána október 28-a lesz, ha jól számolom, igen, egy fajszív fiatal embert hívunk, Sípos Bánk Botonda neve, könyvtárban is sokat járt annak idején, ő természetfotós. Dusnokon volt kiállítása 2 évvel ezelőtt a pandémia előtt, vagy valahogy úgy a pandémia környékén, és hát most meghívtuk, hogy ugye mi nem vagyunk, nem rendelkezik nagy helyjel, de azért PPT vetítés keretében tudja mutogatni nekünk a fotóit. Szeretnék a 150-et megcsinálni ebben az évben. Hát ha így halad minden, akkor könnyen fog sikerülni. Annyit tudok még, hogy november 4-e ezután a lévő időpont, akkor a Krisztián Nóra fog bemutatkozni. Az előadások kezdésének az időpontja péntek este 6:30-ra változott. Tedeum Laudamus címmel kórushangversenyt és találkozót szerveznek szombat délután 5 órai kezdettel a Nagy Boldogasszony Főszékesegyházban. A kiváló program során bemutatkozik a budapesti Szent Angéla kórus, a pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház Mozart kórusai zenekara, illetve fellép a kalocsai főszékes egyházi kórus is. Igazi zenei élményt ígér a szombatra szervezett kórushangverseny és találkozó a Főszékesegyházban. Október 15-én 17 órai kezdettel a Nagy Boldogasszony Főszékesegyházban lesz egy kórus találkozó és kórus hangverseny. Budapestről jön a Szent Angéla kórus, Pécsről a Szent Péter Pál Főszékesegyház kórusa és zenekara, és természetesen a Nagy Boldogasszony Főszékesegyház kórusa fog szerepelni ezen a rendezvényen. Tedeum Laudamus, ez a rendezvénynek a címe, ez Téged Uram dicsérünk, ezt jelenti. Az énekkarok egyébként egyházi énekkarok. Budapestiek például a pápa látogatáskor is szerepeltek. A rendezvény célja a szórakoztatás mellett az, hogy a közönség ismerjen meg több egyházkórust is, illetve a kórusoknak is van lehetőségük a találkozásra, a tapasztalatok cseréjére. Én azt gondolom, hogy 3 ilyen neves egyházi kórus egy időben a Kalocsai Főszékes Egyházban egy olyan zenei és lelki élményt fog nyújtani azoknak, akik eljönnek, amivel ritkán találkozunk, talán a Kékmadár Fesztiválnak vannak hasonló színvonalas rendezvényei. Úgyhogy én sok szeretettel várok mindenkit. A 3 kórus önálló műsora mellett egy nyitó és egy záró közös éneklés is lesz benne, valamint Vilmos atya orgonán fog kísérni a kalocsaiakat. A pestiekkel is ilyen orgonista, és a pécsiekkel is, úgyhogy egy nagyon szép és azt gondolom nagyon színvonalas programmal vehetnek részt azok, akik eljönnek.
a délutáni program pályázat segítségével valósul meg. Arról szól, hogy olyan zenei élményt nyújtsunk az embereknek, és a kórusoknak pedig fellépési lehetőséget biztosítsanak, és ezért találtuk ki ezt, hogy egy ilyen kórus találkozó Kalocsán a Főszékes Egyházban, azt gondolom, hogy egy érdekes és nagyon színes esemény lehet. A program ingyenesen látogatható. Rezák Szabó Annával, a TFS edzőjével beszélgettünk, milyen volt a bajnoki rajt. Azt elárulhatom, megérte a nyári felkészülés. Nagyon sikeres felkészülést tudhatnak a hátuk mögött a TFS sportolói. Mozgalmas nyáron vannak túl. Mint az ábra mutatja, elég sikeresen tudtunk felkészülni. Szerencsére nyáron, amikor tudtunk, akkor azért a gyerekek nagyja eljött az edzéseinkre, illetve a tábor is nagyon sikeresnek mondható. Szeptember eleje óta a heti 2-3 edzéseket ugye tartjuk, attól függ, hogy melyik korosztálynak mennyire van szüksége, és már ugye bajnokságok is elkezdődtek sikeresen. Teljes mértékben meg vagyok elégedve, az elmúlt évek nehézségei és a kemény munkája azért most kezdi meghozni a gyümölcsét, most találunk magunkra ebből a szempontból. Ugye elég sűrűn rendeztünk most a fordulóknál. Szeptember 25-én volt az U15-ösöknek az első fordulója, ott ők mindent megnyertek az itthoni rendezésen. Utána jött az október 2-ai dátumunk az U17-esekkel. Náluk egyet sikerült nyernünk, egyet sajnos nem, mert elég nehéz ellenfelet kaptunk így az alakszakasz elején. Majd jött a múlt hét vasárnap, ami ugye október 9-e. Az U15-ösök Szolnokra utaztak, ott mindkét ellenfelüket le tudták győzni. Az U20-asoknak rendeztünk itthon bajnoki fordulót, nekik ez volt ugye a kezdés. Ott sikerült mind a három ellenfellel játszanunk, és eléggé eredményesen. A 9 lejátszott szettből csak egyet vesztettünk, úgyhogy így 3-0-ra és 2-1-re tudtuk őket szerencsére megfogni. Az U13-as csapatunk pedig most hétvégén fogja kezdeni Budapesten a bajnokságot. Az U10-eseink a legkisebbek, természetesen ők ugye csak tavasszal fognak versenyszerűen pályára állni, addig edzőmérkőzéseket tervezünk nekik. Még beszélgettünk Rezák Szabó Annával a további történésekről. Ezt a következő híradónkban láthatják. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!